Verőfényes napsütés fogadta vasárnap az első ízben megrendezett Fekete-hegyi sportnap és labdarúgó torna résztvevőit. A megnyitón Szontágné Kovács Erika, a településrész önkormányzati képviselője köszöntőjében kiemelte, mindent megtesznek azért, hogy hagyományt teremtsenek. Nagyon nagy izgalommal és nagyon sok előkészülettel vártuk ezt a mai napot, hiszen már megindult egy hetekkel ezelőtt ennek a mai eseménynek a szervezése. Ez egy igazi családi nap, amit mi tervezünk ide mára, amit a sporttal kötünk egybe. Egy 8 csapatos focikupa fog itt megrendezésre kerülni a Bébic utcában, és mellé pedig rengeteg kiegészítő programmal készültünk a családoknak, a gyerekeknek is, mindenféle kézműves foglalkozással, csillámtetoválással, légvárakkal, és nagyon sok sportbemutató is lesz a mai nap folyamán. Rappali Zsolt, a főszervező Fekete Egy Sport Egyesület elnöke megerősítette, a kiváló adottságokkal rendelkező Fekete-hegyen élők számára a jövőben olyan kikapcsolódást jelentő közösségi programokat kívánnak megvalósítani, amelyeknek rendszeresen a Bébic utcai sportpálya adhat otthont. Nagyon sok programmal készülünk, nyilván egész nap zajlik egy focikupa, ami az első Fekete-hegyi focitorna. Ez nagyjából 9 és 3 óra között fog zajlani, 3 óra körül lesz a döntő, és mellette egész nap sport, illetve kézműves foglalkozás várják a gyerekeket. Van egy biciklis ügyességi pálya, egy trial bemutató is lesz ezen a pályán, van egy freestyle bemutató is lesz 11 órakor, ahol a gyerekeket meg is tanítják egy-két trükkre. A futballmérkőzések mellett a résztvevők számos élménnyel gazdagodhattak, és a sport, illetve a többféle ügyességi játék kipróbálása mellett igénybe lehetett venni az alapegészségügyi szűrővizsgálatokat is.